A Magyar Népmesék Gazdagtárából Meri Tanajmani János Egyetem idén ősztől meghirdetett új kurzusa. A közel 50 regisztrált diák, köztük több szenior hallgató elsősorban kommunikációs készségei fejlődését várhatja az óráktól. Az aszfaltozás is a végéhez közelít az új 2x2-sávos M44-es út M5-ösről induló szakaszán. Az autóút nyugati befejező szakasza megteremti majd a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot Budapest és Békés Csaba között. Az M5-ös autópályát a légtérből ellenőrizték az egyenruhások a múlt héten. A közlekedés biztonság javítására irányult a rendőri fellépés. Holnap veszi kezdetét egy film szatírával a Metropolis Filmfesztivál a Híres Agora Ifjúsági Otthon Otthon moziában. Az immár 5 napos országos hírű fesztiválra idén több mint 10 izgalmas versenyfilm érkezett. Két új játékossal, a center poszton Kis Bendegúzzal, illetve a szélső támadó pozícióban egy japán idegen légióssal kezdi meg az idei szezont a Kecskeméti RC.